Tavaly óta üzemelteti a Szabadtér Színház csapata a Városmény Szabadtéri Színpad mellett a Kristály Színteret is, ahol most itt vagyunk. Idén úgy gondoltuk, hogy a szemle megérdemli, hogy két helyszínen legyen és dupla előadásszámmal. A Kristály Színtér egy egészen más tér, mint a Városmény Szabadtéri Színpad. És ide főleg kamaradarabokat, monodrámákat hívtunk. Én két monodrámát is csináltam annak színésznőként, és tudom, hogy nagyon fontos az intim tér. Úgyhogy ide olyan előadásokat hívtunk, amelyek főleg ezt az intim teret szeretnék kihasználni. Érkezett Pécsről, a Centrál Színházból, de leginkább független társulatoktól 6 monodráma, kamaradarab ide a Kristály Színtérre. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a független csapatokat segítsük. Azt látjuk, hogy a szabadság, az alkotói kedv, a kísérletezés leginkább a függetlenekre jellemző ma Magyarországon. Meglepetésként ért, hogy felkértek zsűrinek, mert kicsit elkezdtem távolodni a színházi szakmának a közéletétől. Talán sokszor sok helyen mondtam, hogy nem szeretem a zsűrizhető dolgokat, vagy nem értek vele egyet, mert általában a színházi előadásokról sem úgy gondolkozom, hogy egy elkészült darab milyen, hanem estéről estére milyen. De hogyha ezeket mind leszámítjuk, akkor meg nagyon örülök neki, hogy van most egy új színtér, akinek van annyi kerete, hogy legalább egy monodráma fesztivált, vagy nem is tudom, minek hívjuk ezt, talán ennek hívhatjuk, hogy a nagy színpad mellett egy ilyen kis monodráma fesztivált összehozzon. Van egy monodráma, vagy egy szem szerep, akit a kollégák energiájától függetlenül a saját életedre kell írj, az egy nagyon szép, ilyen vallomásos esemény tud lenni. Ezért számomra mindig azok a legérvényesebb monodrámák, ahol azt érzem, hogy az alkotóközösség most volt lelke, vagy volt ereje ezt végigvinni, és belemert állni a lelkébe. Meglepődtem, elcsodálkoztam, örültem neki, még soha nem voltam zsűri tag. Jó érzéssel fogott el, hogy végül is 6 előadást megnézhetek, 6 olyan egyéniséggel, akik ide kiállnak, és egy különleges műfajt tudnak előadni, ami számomra megmászhatatlan Himalája. Úgy érzem. Gondolom, hogyha valaki ilyen magasan kutakszik saját magában, valaki segítségével persze, akkor a végén azért eljut egy olyan pontra, amikor olyan mélyen van már, hogy már nem a félelem vagy az izgalom motiválja, hanem az a mély kifejezési vágy, ami megszólal belőle. Borzasztóan izgalmas, hogy mit kevernek ki magukból ezek a kis társulatok. Rengeteg helyen jártam, és ez hozzáadódott még, hogy itt is most 6-ot megnézhetek. Mert ez sokkal jobban izgat engem mostanában, mint hogy elmenjek egy igazi nagy színházba. Az is érdekes, ez egy teljesen más műfajban már részt vettem rengeteget, és nagyon is szerettem, de ez egy különleges izgalom számomra. Olyan, mintha lemennék a pincébe, és ott ilyen kukkerral figyelném, hogy a műhely munkára. Nagyon jó.